Nehezen viselik a téli időt az úszászi járőrök, a Jász és az Abonyi út szélén, ugyanis pólóban áldogálnak ezeknél a pontoknál. Valójában csak két bádogrendőrről van szó, ezeknek az a feladatuk, hogy lassítsák a gyorshajtókat a település határainál. Sajnos sok tehergépjármű forgalom van nálunk, ugye az M4-es útszakaszról ugye ide vezetik be az autókat. Az illegális és a legális között azért van nyilván különbség, itt is azért vannak lerakodóhelyek, tehát megállnak az autók, tehergépjárművek, de van sajnos, aki ugye elblicceli ezt az útszakaszt, természetesen ezeket szankcionáljuk minden esetben. Az újszászi rendőrös munkatársai már nevet is adtak a két újoncnak, Bádog Béla és Bádog Bálint, ez utóbbinak névnapja alkalmából meglepetéssel is készültek a kollégák. Bálint nap alkalmából Bálint főhadnagy úrnak egy szolgálati rendőrkabátot szeretnénk ajándékozni a téli időjárásra való tekintettel, hogy kellemesebb legyen a szolgálatellátás. A két bádogrendőrt az önkormányzat helyeztette ki a településbe vezető oldalain. A nagy sikerre való tekintettel Dobozi Róbert, a város polgármestere selfie versenyt hirdetett. A résztvevők értékes ajándékcsomagot nyerhetnek.